Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban a polgármester asszony. És nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Ugye most tavaszodik, egyre jobb az idő, és hát a éléskamrákból elfogynak a tavaly begyűjtött mindenféle földi jók, és a kiskertesek már mocorognak a kertekben. Mi újság a házunk táján? Vannak-e már visszajelzések, hogy milyen tavaszi munkálatok kerültek elvégzésre? Hát igazság szerint eléggé vegyes a dolog, hiszen azért megint adja a leckét az időjárás, hiszen voltak kemény fagyok, illetve hidegek, várjuk az esőt, illetve több esőt várunk. Most azért eléggé hűvös, szeres idő van, nem igazán kedvez a kertészkedésnek, főleg nem a veteményezésnek. Én úgy gondolom, hogy mindenki azért már elkezdett a kertben mozgolódni. Meg is hirdettem a kertprogramot Karcagra, megjelent az elmúlt hetekben a hirdetés, megjelent a jelentkezési lap, és én bízom abban, hogy még többen lesznek ebben az évben, mint ahogyan tavaly voltak. És én tényleg abban bízom, hogy a karcagiak nem csak maguknak művelik a kertet, hanem büszkék is annyira a kertjükre, hogy megmutatják azt. Én tudom, hogy nagyon-nagyon sok szép kert van Karcagon. És tudom, hogy a karcagi ember az egy kicsit zárkózott, és nem igazán szeret úgy mozgolódni és megmutatni magát, de én mégis mindenkit arra biztatok, hogy mutassa meg azt a kertet, és legyen büszke rá, mert sokan nem is gondolják, hogy ezzel mekkora cselekedetet tesznek, és milyen nagy ennek a jelentősége, hiszen nagyon sokan elmondják azt, hogy az ő példájukon hány szomszéd, hány barát, ismerős kezdett el kertészkedni. Nagyon sokan irítségből, ez sem egy elvetendő dolog, nem baj az, nagyon jó az, hogyha így van, kezdenek el kertészkedni, irigylik azt, hogy milyen szép a kert, csak kimennek és leszedik a csokor petrezselymet, fölvesznek egy fej salátát, egy csokor retket, gyümölcsöket onnan szednek, és bármikor ki tudnak menni, és tudnak valamit az éléstárba begyűjteni. De nagyon sokan bizonyítási vágyból is megteszik ezt, hiszen ha már a szomszéd tudja, akkor nehogy már ő maradjon el, és akkor ő is megmutatja, hogy ő is képes erre. Ezek egyébként nagyon jó közösségépítő megmozdulások, hiszen azok a szomszédok, akik eddig talán nem is beszélgettek egymással, a kert összehozza őket. Ha már másért nem, akkor megkérdezik, hogy mit hogyan csinál, vagy van egy kártevő a kertjében, akkor nála is van-e, és ha van, akkor mit tegyenek. És akkor elindul egy párbeszéd, elindul egy barátkozás, sőt az első években, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozom is, és szeretem elmondani, hogy haragosok békültek ki a kert jóvoltából, és én erre büszke vagyok, és örülök is neki. Tehát én azt kérem minden kedves karcagi lakostól, hogy jelentkezzen a kertjében, igen, és mutassa meg, ne csak otthon gyönyörködjenek benne, hanem mindenki számára tegyék elérhetővé. Tényleg nagyon nagy mozgatórugó, és nagyon jó példa mindenki számára, ha valaki kertészkedik. Minden évben meghirdet egy célt, amire figyelni kell a gazdálkodás kertészkedés során, abban az évben, az idejében mi ez? Ez az év a növényi sokféleség éve. Volt már biodiverzitás, ahol arra törekedtünk, hogy minél több élőlény legyen egy kertben. Tehát a növényeknek a széles tárháza, illetve az állatvilág is legyen ott a kertben. Nyilván itt nem a kártevőkre gondolok, hanem a hasznos rovarokra és hasznos védekedésben segítő élőlényekre, illetve hát a füllőktől kezdve mindenki tulajdonképpen, minden állat legyen jelen, sűn, madarak, mókus akár, teljesen mindegy. Minél gazdagabb legyen egy élővilág egy kertben. Most viszont kifejezetten a növényekre, a zöldségekre és a gyümölcsökre szerettem volna koncentrálni. Igaz, hogy az a felhívása, illetve az a feltétele a pályázatnak, a részvételnek, hogy 5 különböző zöldség vagy gyümölcs legyen a kertben, de igazság szerint én sosem vettem annyira szigorúan, hiszen volt nekem olyan kertem, és szerencsére a mai napig is hűséges kertesem, ahol az első évben csak paradicsom volt. No, de abból rengeteg, egy erdő. És én azt gondoltam, hogy ezt sem szabad kizárni a programból, hiszen olyan elhivatottsággal és olyan szeretettel gondozta a millió paradicsomát, hogy az igazán példaértékű volt. És most már nem csak paradicsoma van a kertben, hanem egyre több növénye van.
Nos, tehát én azt szerettem volna, hogyha az 5 zöldség gyümölcsön kívül, azon fölül, sokkal többféle fajta növény van. Tehát van paradicsompaprika, és akkor sorolhatnám 10-20 számig is ezeknek a számát, illetve fajon belül is több fajta legyen, több paradicsom, több paprika. Vannak erre nagyon jó példák, hiszen van olyan kert, ahol 14-16 féle paradicsom is található a kertben, paprikából is hasonló szám, és én úgy gondolom, hogyha minél színesebb egy skála, annál egészségesebb és annál védekező képesebb egy kert a kártevőkkel szemben, illetve annál gazdagabb és színesebb lesz az asztal. Nekem van egy olyan fotóm, amit elég sokszor bemutatok előadásaimon, ahol egy hatalmas nagy kerektálban millió paradicsom van. A feketétől a sárgáig, a bordóig, a barnáig, a pirosig, a zöldig, mindenféle fajta paradicsom található benne, és ez mutatja azt, hogy milyen gazdag tárháza van a zöldségeknek, és nyilván a gyümölcsöknek is. Hát akkor biztatjuk a kertművelőket, hogy minél többen csatlakozzanak, illetve hogy minél többen feleljenek meg ennek a pályázati kiírásnak. Így van, most egy kicsit a határidőt beszorítottam, hiszen régebben június 15 volt a határidő, most kérek mindenkit, hogy minél hamarabb jelentkezzen a kertjével. Nem kell annak a kertnek gyönyörűnek lennie, egy a lényeg. Konyhakert legyen benne minden, zöldség, gyümölcs, vagy ha csak gyümölcs, az is nagyon jó, de minél hamarabb jelentkezzen mindenki, hogy a kerteknek a szemlézését előre meg tudjuk tervezni, és ne szaladjunk bele abba a meleg, forró időszakba, amikor attól rettegünk, hogy mire kimegyünk a kertbe, lesül minden. Én szeretném ezt elkerülni, és remélem, hogy most az időjárás is egy kicsit kegyesebb lesz hozzánk. Nem perzseli le a kertet, nem veri el a jég, és valahogyan egy kicsit olyan lazább, olyan kellemesebb időjárást kapunk a kertműveléshez. Én tehát beárok mindenkit. A polgármester asszony, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.